Szeretettel köszöntjük Önöket az elkövetkező egy órában. Kérdezhetik Ferencváros polgármesterét, dr. Bácskai Jánost, méghozzá a következő elérhetőségeken. Hívhatják a 218-21-21-es telefonszámot, július 19-én kedden van az élő adás, ezt amiatt hangsúlyozom, hogyha valaki élőben szeretne telefonálni, az most megteheti. Ha viszont valaki az ismétlés látja, mert hogy egész hónapban ismételjük ezt a műsort, az is bátran hívja ezt a telefonszámot, és üzenetrögzítőnkre mondja el a kérdését. Legközelebb augusztus 23-án lesz polgármester úr vendégünk, akkor továbbítani fogjuk a kérdését. Várjuk továbbá a kérdéseket a Facebook oldalunkon is, betűvel ki kell írni, hogy 9.tv, tehát ez a Facebook oldalunk, már nagyon sokan írtak ezen az oldalon, várjuk továbbra is a kérdéseket ezen az oldalon is, és hát hagyományos formában is várjuk a kérdéseket, mert hogy most is például érkezett postai úton egy levél hozzánk, úgyhogy mondanám a postai címünket is, 1097 Budapest Haller utca 27. Várjuk tehát a kérdéseket, várjuk a kérdéseket. Dr. Bácskai János, akit szeretettel köszöntök. Jó napot kívánok, polgármester úr! Jó napot kívánok, jó estét kívánok a kedves nézőknek! És hát kezdjük mindjárt akkor egy elég nehéz kérdéssel. Ugye múlt hónapban azzal fejeztük be a műsort, hogy pontos és végleges választ fogunk adni a József Attila tervvel kapcsolatban, mert hogy lesz egy rendkívüli testületi ülés, aminek a témája a József Attila terv lesz. Nyilván ahhoz, hogy mi legyen a jövő, a testületnek kell döntést hoznia. Rendkívüli testületi ülés volt is, viszont nem került ez napi rendre. Milyenek az oka, hiszen nyilván eléggé türelmetlenek már az ott lakók, tehát tudunk-e már ettől függetlenül valami biztatót vagy konkrétabbat mondani? Biztatót és konkrétabbat tudunk mondani. Előkészítő anyagok készülnek, hiszen azt látni kell, hogy 3 milliárd forint pályázati pénz sorsáról van szó, és ezek az uniós pályázók nagyon feszített pénzügyi tervel és határidős rendszerrel működnek, és sajnos, hogyha bármelyik rész, elem, rész, munka nem fejeződik be határidőre, akkor az egész 3 milliárdos összeg elúszott, ami elég komoly kockázat és elég komoly veszély. Nem beszélve arról, hogy mikor ezt a pályázatot kiírták, azóta már nagyon sok víz folyt le a Dunán is, és meg kell vizsgálni azokat a feltételeket. Hát ugye itt vannak pénzügyi feltételek, a lakóknak ugye szociális városrehabilitációs terv pályázat címen fut. Ez azt jelenti, hogy az ott lakó közel 270 családot el kell helyezni az építkezés átalakítás alatt is és után is. Ebben a pályázatban elég komoly és szigorú feltételeknek kell megfelelni, és ezeknek a körülményeknek az aktualitását vizsgáljuk, hogy meg tudunk ennek felelni. Tehát ez egy nagyon komoly, nagy horderő döntés, és ezért halasztottuk el augusztus 26-ára, akkor lesz a következő testületi ülés. Akkor viszont már mindenképpen döntést kell hozni, mert tovább már nem húzható. Tehát akkor még egy hónapot kell még várni egy hónap izgalom, igen. Arról, hogy biztos választ tudjunk ezzel kapcsolatban mondani. Volt a rendkívüli testületi ülésen egy másik pályázattal kapcsolatban döntés. Ez a hivatalos nevén Belső Ferencváros kulturális negyed fejlesztése, ugye mi csarnoktéri pályázatként szoktuk ezt emlegetni. Kicsit erről is beszélünk, hogy most ezzel kapcsolatban milyen döntés született, és bár ugye a csarnoktérről már beszéltünk, de konkrétan ott milyen változások, átalakítások lesznek, illetve hát nevében ugye az is, hogy végülis ez egy kulturális pályázat is, tehát mit tartalmaz még a csarnoktéren túl ez a pályázat? Ez is egy részletes, hosszú pályázat, alapvetően arról szól, hogy a eddigi egy utcás belső ferencvárosi kultúréletet, ugye ez a Rádai utca, Kult utca jelmondatra van felfűzve, ezt kibővítsük a Duna irányába, hiszen hogyha a Rádai és a Lonyai utca közti nagyon kis távolságot nézzük, a távolság az kicsi, viszont az állapotaiban elég nagy a különbség. Tehát mi azt szeretnénk, hogyha a Lonyai utca és a Csarnoktér is bekapcsolódna a kulturális életbe. Arról nem is beszélve, hogy most már jó hírek érkeznek a CET felől is, hogyha a CET is kinyit. Mik ősz, ezek a jó hírek? Hát ősztáján tervezik a megnyitót, akkor egy olyan ellenpont vagy másik súlypont keletkezik a Dunaparton, de ez is Ferencvárosban, hál' Istennek a Csarnoktér közelébe, amely Rándai utca és a Csarnoktér között, illetve a Dunapart között kell
mindenképpen fejlesztéseket végrehajtani. Tulajdonképpen erről szól ez a kulturális pályázat sokféle elemmel, és természetesen a legfontosabb a Csarnoktérnek a meg- és felújításával. Mennyivel lesz ezáltal kulturálisan pezsgőbb az életet a Rádai utcában? Ugye most nyáron is rengeteg ilyen program van, tehát az már jól működik. Nyilván a CET-nek is egy nagy kulturális vonzereje lesz majd. A két terület között hogyan képzelik el ezt a kulturális összeköttetést? Remélem, hogy a nézők is tapasztalják, ferencvárosiak is, meg a Ferencvárosba látogatók is, hogy igyekszünk a kulturális eseményeket időben is és térben is minél jobban diverzifikálni, szétszórni. Azt szeretnénk, hogyha minél több esemény lenne, és minél több látogatója lenne ezeknek az eseményeknek. És hát azt itt is el kell mondanom, mindenhol elmondom, hogy természetesen ezek a látogatók számára ingyenesek ezek a programok. Ilyenek a játszószerdák, három nagy játszóterünkön, a Ferencváros három nagy játszóterén, belső, középső és Ferencvárosban és a József Attila lakótelepen, de ilyenek a csütörtök délutáni városnézőséták a belső Ferencvárosban, és sok-sok zenei és kulturális program, amire várjuk szeretettel a nézőket, illetve hát a ferencvárosi lakókat, hiszen ezt is mindig el fogom mondani, és el kell mondani, hogy az új jelszó az otthonváros, Ferencváros. Mi azt szeretnénk, hogyha a ferencvárosiak otthon éreznék magukat, Ferencvárosból látogatók pedig egy városban jól éreznék magukat, olyan szolgáltatásokkal, ami egy nagyvárostól, egy magára valamit adó városrészről, ahol az emberek rendelkeznek lokálpatrióta érzelmekkel, tehát büszkék arra, hogy Ferencvárosban laknak. Ezek a programok mindet ezt szolgálják, hogy ismerjük meg Ferencvárost, és leginkább ismerjük meg egymást, beszélgessünk, találkozzunk. És hogy ez az EU-s kulturális pályázat is ehhez járul hozzá, hogy még pezsgőbb legyen a kulturális élet, miről döntött most a testület, tehát ez milyen ütemben, hogyan fog majd megvalósulni? Ez közel egy év alatt, tehát jövő tavaszra, nyárra befejeződik ez a program. Különböző helyiségeket fogunk megnyitni, tehát a Csarnoktérnek a külső átalakítása, parkosítása, és hát nyilván az autósoknak ez nem olyan jó hír, de az autóknak a kiűzése a Csarnoktérről. Itt majd a parkolási megoldásokkal együtt. Térjünk vissza, polgármester úr, egy kicsit a házfelújítással kapcsolatos kérdésekhez, hiszen ugye minden adásban rengeteg ilyen kérdés következik, most ezeket hallgassuk meg. Jó napot kívánok, én a Gát utca 25-ből vagyok, és ezt szeretném kérdezni, már nagyon rossz állapotban van ez az épület, és a lépcsők is meg vannak tepedőzve, most csinálták a padlást, a ládút voltak mindent, hogy mikor lesz el lehetőség, mert már ömölnek le az ablakok, minden, hát életveszélyre van. Köszönöm szépen, szeretnék választ kapni rá. Igen, a csótányírtást azt már megrendeltem a BKFT-nél, ezt a jövő héten el fogják végezni. A felújítás a Gát utca 25-ben még várat magára, hiszen a környéken éppen a 25-ben szemben a 22 a sokkal rosszabb állapotban van, és sajnos mindig csak annyit tudunk felújítani, ameddig tudunk nyújtózkodni, ameddig a takarónkért, tehát mindig a pénztárcántól függ, hogy melyik házra kerül sor. Így a Gát utca 25-ben ott még türelemmel kell lenni, hiszen ezen a környéken, és ez csak a rehabilitációs terület, itt még 40 ház felújítása vár a közeljövőben, illetve hát a középtávoli jövőben Ferencvárosra. Azért ez elég nagy szám. Ez nagyon nagy szám, hiszen az eddigi ütemet, hogyha vizsgáljuk, saját erőből évente három házat tudunk felújítani, ha jó évünk van. Hogyha ez a vállalkozók, illetve a gazdaság szereplői nem tudnak hozzájárulni, tehát hogyha nem tudunk külső befektetőket találni, akkor körülbelül ez az ütem, évi 3-4 ház. Ha be tudunk vonni, akkor ez fölmehet 5-6 házat. Ki lehet számolni a sebességét, hogy milyen gyorsan tudunk haladni. Hát 40 ház van, és hogyha évente legjobb esetben is 5-6 házat tudnak, akkor hát van, akiknek még türelemmel kell lenniük. Nézzük, mi a helyzet a Balázs Béla utcában. Hallgassuk meg a következő kérdést.
Én Sőti Ildikó vagyok, a 9. kerület Balázs Gerogta 25 történtek számáról. Én szeretnék érdeklődni a házunk rehabilitáció után, hogy hát én már 98 óta lakom a házban, sokszor ígérgettek, és semmi nem történt ebből. A házunk meg van süllyedve, ilyen több centiméter méretben, és szeretnénk tudni erről is bővebb tájékoztatást, hogy egyáltalán ebből mikor lesz, mert csak ígérgetés volt eddig is. Valamint, hogy ezért tavaszán a felső emelet fölött a padlásnál a födémet leverték, de nem tudjuk, hogy minek, mert azóta sem történtek semmiféle befejező munkálatok, úgymond. Másodszor a vakolat hullik a fejünkre, az első emelet alá van dúcolva, az egész ház életveszélyes, és soha senki nem jön ide, hogy egyáltalán bármit is megnézzen. Illetve van még az, hogy a rovar, illetve rákcsáló írtást, azt arra van önöknél elkülönített keret. És ezt szeretném még, ha lehet, hogy beindítsanak egy ilyet, hogy rovarírtás minden lakásban, meg lakásokban is kell, hogy lehessen, illetve a rácsáló patkány és egér. Jó, köszönöm, viszontlátásra. Tehát először nézzük házfelújítást. A tervek készen állnak a felújításhoz, közbeszerzést fogunk írni még az idén, és elkezdődik akkor a háznak a felújítása. Addig pedig már nagyobb, tehát a födém, már csak az életveszély elhárítási munkákat fogjuk, fölöslegesen nem akarunk már oda pénzt beleölni. A rágcsal és rovarírtás az természetesen ugyanúgy, mint a Gát utca 25-ben, az meg fog történni a jövő héttel legkésőbb. A közbeszerzés az ki van írva, vagy még most lesz? Majd most lesz kiírva. Annak mennyi, mert ugye ezek... Normál esetben 3 hónap, de hát mostanában egyre több a támadás, tehát a reklamáció. A vesztes cégek nehezebben viselik el a nem nyertességet, úgyhogy ez 4-4,5 hónap is lehet, hogyha nincs szerencsénk. Tehát akár ez a jövő év elejére is jövő év elejére is, igen. Igen, döntés. Igen. Maradunk még a Balázs Béla utcánál. Kívánok, polgármester úr, a Balázs Béla utca 14 házszámban egy lakó vagyok, és az előző televíziós műsorában az egyik szomszédnőm betelefonált, és azt ígérte nekünk, hogy júliusban megkezdik a házfelújításokat, és hogy még mindig itt vagyunk, még semmi választ nem kaptunk, semmi felújítást nem kezdtek el. Egy lakásos, itt lakunk hárman ebbe a házba, 3 család, és hogy szeretném, ha megmondaná, hogy mikor, egy pontos választ adna, hogy mikor kezdik el a házat felújítását. Előre is köszönöm, viszont hallásra. Balázs Béla utca 14-ben én meg vagyok lepődve, hogy 3-an laknak, én egy lakásban tudom, hogy laknak, ő is csak azért, mert az a lakás, ahova megy, még nem készült el, de néhány héten belül is el tud költözni, és utána a bontást akkor lehet megkezdeni, hogyha a bontási pályázat a sikerre jár, most egy pályázat vissza lett vonva, de össze biztos, hogy elkezdődik a bontás, szeptember végén, október elején. És akkor gondolom, ennek meg utána néz polgármester úr, hogy sokasodtak akkor így meg ott a hát család. Hát lehet, hogy a 3 az azt jelenti, hogy az egy lakásban lakott 3. Hárman, remélem, igen, az még elképzelhető. Nyilván a biztonsági őrök meg fogják tudni mondani, mi a valóság. Ha jól tudom, akkor van egy telefonáló a vonal másik végén. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Bocsánat, egy kicsit rossz volt a hang, de most már szerintem hallani fogjuk önt. Parancsoljon, várjuk a kérdését. Én Józsefné vagyok, és a polgármester úrtól szeretném röviden kérdezni, hogy Tűzolt utca 33B-be lakunk, a C-ben, az ABC. Leomlott a tető egy ilyen viharnál, tehát életveszélyben vagyunk, és csak azt szeretném megkérdezni, körülbelül mikorra várhatjuk, hogy tataroznak, vagy költöztetnek, vagy nem tudom, mit csinálnak velünk. Szépen a kérdést. Igen, Tűzolt utca 33 ABC az ötemesvári tömbnek a része. Ez a legnagyobb tömb, a legtöbb kis lakással rendelkező 6 ház, hiszen a Viola utca 37 ABC is ennek a tömbnek a része. Ennél fogva nagyon sok lakás nagyon sok pénzbe kerül. A Viola utcai rész az sokkal rosszabb állapotban van, azt még az idén megkezdjük, és a Tűzoltó utca az jövőre, vagy inkább 2 év múlva. Hogyha itt ki fogok küldeni szakembereket, hogyha itt életveszély van, akkor természetesen azt azonnal megkezdik helyreállítani a sérüléseket. Hát nyilván ezt ők döntik el, hogy mennyire sürgős a beavatkozás.